Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Delik Inga vagyok. Dombóváron a kertvárosi Szent István templomban ünnepelték államalapításunkat. 150 éves jubileumát ünnepelte a Dombóvár-Zákány vasútvonal. 13 bográcsban rotyogott az étel Dalmandon. Piros pántlika elnevezése hirdetett tábort alsó tagozatosoknak Döbrököz. Az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából szentmisére invitálták a dombováriakat a kertvárosi templomba, ahol a szertartás követően sor került a kenyérszentelésre is, amit a Dombovár kenyere akció eredményhirdetése előzött meg. Az ünnepi eseményen fény derült rá, melyik az a helyi szervezet, akinek ezután egy éven keresztül gyűlik majd az összeg a város kenyere akció keretein belül. Ünnepi szentmisével vette kezdetét az augusztus 20-ai rendezvény Dombóváron, az államalapító királyunkról elnevezett kertvárosi templomban. És ahogy a szentmisén is fogalmaztam az ünnepi szentmise alkalmával, ez az ünnep egyszerre egyházi ünnep, állami ünnep, nemzeti ünnep, és ugyanakkor helyi ünnep is. Ugye egyházi ünnepként Szent István királyra, Magyarország fővédő szentjére emlékezünk, őt ünnepeljük. Azt tudjuk mindannyian, hogy a keresztény magyar államiság kezdeteit az ő nevéhez kapcsoljuk, államalapítóként ünnepeljük őt, ezért ez az ünnep Magyarország születésnapja is, ahogy mondani szoktuk. És helyi ünnep is, mert itt Dombováron a kertvárosi templomot Szent István király tiszteletére szentelték fel, és ezért ez a mai nap a templom búcsú napja, búcsú ünnepe is egyben. A misét követően a település polgármestere a több éves hagyománnyal rendelkező városkenyere akcióból befolyt összeg jelképes utalvány formáját nyújtotta át az Alkony Támasz Alapítvány képviselőjének. A szervezet képviselője örömmel vette át a támogatást és adta át az akciót jelképező péklapátot annak a szervezetnek, akik számára a virág mintázatú kenyeret sütő pékség következő egy évben kenyerenként 20 forintot különít el. A 2023. augusztus 20-áig megvásárolt kenyerekkel a Jövő Emberkéje Alapítvány támogatják majd, melynek vezetője néhány szóban bemutatta a munkásságukat a jelenlévőknek. A kenyérszentelés előtt a Szent László díjjal jutalmazott Szabó István énekelt az ünneplőknek. Akkor is szeresd, a sorsod rosszra fordul, mikor behúhóval, mikor messzőre vár, mikor könnyed volna idegenben menni, akkor kell szeretned, az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része a kenyéráldás. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napra sütötték az új búzából készült első kenyeret. Mivel az új búzából sütni először augusztusban lehetett, ezért a hónapot az új kenyér havának is nevezik. A nemzeti színű szalaggal átkötött frissen sütött kenyeret ökumenikus szertartás keretében áldották meg a helyi egyházak képviselői. Pintér Szilárd a város polgármestere szegte meg az ünnepi kenyeret, amit végül szétosztottak a jelenlévők között. Már hagyományosan minden évben augusztus 20-án az új kenyér megáldására, megszentelésére kerül sor templomokban és az ünnepségek alkalmával egyaránt. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor imádkozzuk a mi atyánkban, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, de napjainkban, amikor érezzük, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk az időjárás viszontagságainak is, és hogy mennyire nem természetes az, hogy mindaz megadatik, amit úgy természetesnek vélünk, különösen is átérezzük annak fontosságát, hogy hálát adjunk azért, hogy megvan a mindennapi kenyerünk, és mindaz, amire leginkább szükségünk van életünkben. Dudálva gördült be a 100 éves nosztalgia vonat a dombovári állomásra, a vasútvonal 150. évfordulójára megrendezett ünnepségen. A vasút teremtette meg Dombovár számára a fejlődés lehetőségét, hangzott el az emléktábla avatásán. 150. évfordulóját ünnepelte a Dombóvár-Zákány vasútvonal. Az 1800-as évek végén, a vasútépítés révén a térség robbanásszerűen fejlődött. Ennek emlékére koszorúkat helyeztek el a vasútállomás épületén.
Zákány község polgármester vagyok, és mint az egyik vég célpont, Dombóvár ugye a másik, képviseltetjük magunkat ezen a rendezvényen. Nagyon-nagyon fontos volt 150 évvel ezelőtt ez a pillanat. Azt gondolom, hogy a mi településünknek és a térségnek egy óriási fellendülést hozott, és nyilván új lehetőséget nyitott, ahogy korábban, pár évvel korábban az Zákány-Fiume vasútvonal is, és nyilván ez egy teljesen új beállításba helyezte a települést. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy megérhettük ezt a 150 évet, és a vasút még mindig működik, és bízunk benne, hogy még legalább 150 évig működni is fog. A nosztalgiázni vágyók felülhettek egy 100 éves gőzmozdonyra, amely végigment a teljes szakaszon. Ez egy kiváló túra volt, néhány megállóval, természetesen minden egyes megállónál, ugye Csurgón, Somogyszobon, Kaposváron állt meg ez az emlékvonat, és minden egyes megállóban emléktáblavatás volt ugyanúgy, ahogy Zákányban is, illetve Dombóváron is, és mindenhol megemlékeztek erről a 150 évvel ezelőtti eseményről. Azt gondolom, hogy mindenki gazdagodott egy élménnyel, és azt gondolom, hogy sokat tudtunk meg egymásról is, és egy kicsit közelebb került ez a térség, ez a több mint 100 kilométer. Én, mint vasutas település polgármester mondhatom azt, hogy a vasút, ahogy régen, nagyon-nagyon fontos volt. Aztán volt egy időszak, amíg úgy gondolták, hogy nem annyira fontos, de tudjuk, hogy a zöld energia és a környezettudatosságokán azt gondoljuk, hogy ez a jövő, sőt, láthatjuk, hogy más európai országokban a vasút hasít és halad előre. Azt gondolom, hogy itt is ez a abszolút a jövő szállítási eszköze. A dombóváriak számára is egy nosztalgikus pillanat volt, amikor felidézték a vasútvonal építését és annak körülményeit. De azt hiszem, hogy az első 50 év volt az, amely meghozta a Dombóvár életében, és a vasútvonal által érintett területek életében azt a fejlődést, amelyet még ma is köszönhetünk neki. Én nagyon hiszem, hogy ez a fejlődés töretlen azóta is, és remélem, hogy a vasút néhány év teljesen recesszió után újból fejlődés jön, és Dombóvár ugyanúgy ütemben tud fejlődni, mint ezt tette ezt az 1800-as évek végén. A vasútnak köszönhetjük azt, hogy 1970-ben Dombóvár város lett, vasútos város. Az országban nagyon kevesen bírnak ezzel a címmel, csak itt elhangzott itt a professzor előadásában volt olyan időszak, amikor a Dombóvár lakosság 45%-ának a vasút volt a munkáltatója. Sajnos ez már nem így van, és nyilvánvaló soha nem is fog már így lenni, de azt gondolom, hogy Isten éltesse a 150 éves Dombóvár-Zákány vasútvonalat. A vasútos város mítosz egy kicsit szertefoszott az utóbbi néhány évtizedbe, de természetesen, amikor 1872-ben ez a vonal megépült, mert azt követően a Bátaszéki, majd a Budapest, Dombóvár, Pécs, ez hozta el Dombóvárra azokat az üzemeket, többek között egy malmot, egy konzervgyárat, egy tejüzemet, vajüzemet, ahogy akkor hívták ezt az üzemet, és nyilván azon túlmenően, hogy gazdasági fejlődés áll be a településen és annak vonzás körzetében, óvatatlanul ez hatott a kultúrára, hatott a gasztronómiára és hatott a mindennapjainkra, hiszen egy olyan polgári társadalom jött létre, amelyet a vasutasokkal szemben volt egy társadalmi elvárásnak meg kellett felelni, és nyilván a vasutasok szabták és diktálták akkor Dombóváron a kultúrát, a gasztronómiát, és nyilván a gazdasági fejlődésnek köszönhetően nagyon sok résztvevője volt ennek, hiszen a vasút, mint ahogy említettem már, nagyon sok embernek adott munkát, aki ezáltal az ott megszerzett jövedelemben részese tudott lenni ennek a sikernek. Az egykori mezővárosból vasutas várossá lépett elő Dombóvár, amely akkor a térség egyik legnagyobb vasúti csomópontjának számított. Ez a vasút volt az a lehetőség, amellyel Dombóvár vagy az itteni vasútvonal mentén lévő települések felkerülhettek a vasútvonal térképére, és bekerülhettek a magyar vasúti közlekedés keringési rendszerébe. Hát ez ugye egy óriási kerülési lehetőséget jelentett az itteni lakosság számára. Itt Dombóváron 3000 lakos élt, zömmel mezőgazdasággal foglalkoztak, tehát gazdálkodással, földműveléssel, és lényegében az itt megtermelt áru felesleget tudták most már könnyűszerrel továbbítani. Az első vonat hajnalban 2 óra 37 perckor gurult ki erről az állomásról, és ez egy vegyes vonat volt, ami azt jelentette, hogy nem csak személyeket szállított, hanem már árut is továbbított, és ez a vonat 13 km per óra sebességgel száguldozott mindössze, 100 kilométeres távolságról beszélünk Zákány és Dombóvár között, 9 vasútállomást érintett, és nem csak ezeket a vonalakat kellett, ezt a vonalat kellett elkészíteni, hanem a vasútállomásokat is fel kellett építeni. A jövőben újra fellendülhet a vasúti áruszállítás, hiszen a klímastratégiában meghatározott értékek betartásában jelentős szerep hárul majd a sínpáron való közlekedésnek.
Baráti beszélgetések, jó hangulat és finom ételek jellemezték a dalmandi falunapot. Az ebédnek való elkészítéséhez az önkormányzat biztosította az alapanyagokat, egy feltétel támasztva a főzőcsapatok felé, hogy legalább 50 adagnyit kell megfőzniük. A nap programjai között pedig minden korosztály találhatott kedvére valót. Dalmandon nagy volt a sürgés forgás a településen több egyére megrendezett falunapon, ahol a szervezők inkább késő délutára tették a programokat, óva ezzel mindenkit a nagy melegtől. Harmadik éve vagyok polgármester, harmadik éve tartok falunapot. Nem igazán volt hagyomány előtte nyárzáró rendezvényt tartott a régi rendszer, vagy a régi polgármester asszonyunk. Én azt gondoltam, hogy csapatépítő jelleggel, emiatt van a főzőversenyünk. Első évben 10 csapatunk indult, tavaly 11, az idén 13-an mérettetik meg magukat. Most ez a főzőverseny ez úgy működik, hogy mi minden húst és minden hozzávalót beteremtünk. Tehát ők 50 főre főznek, és nagyon szívesen teszik ezt. A káposztasalátát a közmunkás dolgozók és a hivatali dolgozók elkészítik. A kenyeret, mindent mi veszünk, és azt szeretnénk, ha mindenki is jól lakna és jól érezné magát. Zsűrizzük az elkészített ételeket. Nyilván minden csapatról megemlékezünk egy emléklap és egy csekély ajándék ellenében, de az első 3 helyezett kap kupát, és ők oklevelet is. A nap programjainak összeállításakor a település önkormányzata évről évre szem előtt tartja, hogy a falunapon mindenki megtalálhassa a kedvére való programot. A gyerekeknek idáig trambulinnal készültünk, és a hagyományos légvárral. Most azt gondoltam, hogy az idei évben egy népi játékos kis, hogy ebben is másítsunk, és ebben is egy kicsit vigyünk valami mást az életükbe. Nem tudtuk, hogy nem lesz 50 fok, mert a légvár az olyankor egy kicsit nagyon is meleg tud lenni, de hála Isten az idő nekünk kedvezett, és ezeknek a játékoknak is nagyon örülnek. Ilyet még nem láttak, ilyen még nem volt Dalmandon. Azt gondolom, hogy ez a nap arról szóljon, hogy rokonok, barátok együtt egy kicsit szabad levegőn kint itt találkozzanak, beszélgessenek egy jót. A programokat is próbáltuk úgy összeállítani anyagi helyzetünkhöz mérten, hogy ez a fiataloknak is szóljon. Most a fiatalok alatt értem nyilván a 30-40 éves korosztályt, mert mindenki számára nem tudunk megfelelni, de beleveszem az idős korosztályt is, hogy nekik is legyen olyan műsorszám, amit viszont ők szeretnek. Tehát akkor lesz musicalünk ma este, lesz lakodalmas zenénk, lesz mulatósunk, lesz tűzzsonglőrsó a gyerekeknek, az még pluszba, nyilván a felnőttek is élvezni fogják ezt. Az biztos, hogy a gyerekek örömmel próbálták ki a népi játékparkot korosztálytól függetlenül. Az este közelettével pedig akár a rendezvény jelképes támogatására is adódott lehetőség, ugyanis a tombola szelvények vásárlásából befolyt összeget a következő évi falunapra fordítja majd az önkormányzat. A tombola tárgyakat is próbáltuk úgy összeválogatni, hogy igenis érdemes legyen tombola jegyet venni, és harcolnak az emberek a tomboláért, mert értéktelen ajándékokat nem adunk. Itt szeretném megköszönni a vállalkozóimnak, a képviselőtestületem tagjainak, akik minden évben egyértelműen és egyhangúan megszavazzák azt, hogy mi hozzájáruljunk ehhez a falunaphoz saját költségből. A fák árnyékában helyet kapott főzőcsapatok között akadtak rutinosak, de olyanok is, akik első ízben települtek ki, hogy ők is kivegyék részüket abból a közösségi főzésből, melynek köszönhetően nem maradhat éhes száj a rendezvényen. Gyárdéi vadragú. Próbáltunk különlegeset. Mindenki pörköltet főz. Próbáltam egy különlegeset, amúgy erdélyi gyerek vagyok. Egy kis kocka krumplival lesz sütve, az lesz a köret. A kis térségben én úgy gondolom, hogy kevés ehhez hasonló volumenű rendezvény van. Itt szerintem a polgármester asszonynak a közösségteremtő ereje az, ami ennyi embert össze tud hozni, ennyi csapat elindul főzni. Én úgy gondolom, hogy képviselőként is úgy gondolom, hogy megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy ilyen volumenű rendezvény legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez miatt van ekkor rendezvény itt Dalmandon. A 4 tagú zsűrire várt a feladat, hogy kiválasszák a legjobban elkészített ételeket. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendeztük a főzőversenyt a falunapon. Nagyon örültünk, mert 13 csapat méri ma össze az erejét a főzésben.
nagyon sokféle ételt készítettek. Nekünk zsűrinek az a feladatunk, hogy mind küllemileg, mind pedig az ízre pontokat adjunk. Nagyon nehéz dolgunk volt, mert sok finom étel volt. Nagyon-nagyon várjuk, hogy mi lesz az eredmény, és mindenkinek gratulálunk, aki részt vett ezen a versenyen. Amíg a zsűri a főző csapatok ételeit próbálta rangsorolni, addig a színpad is megtelt élettel, ahol Gregor Bernadett és Csengeri Attila műsora indította a kulturális programok sorát a jelenlévő körömére. Micsoda nő ez a férfi, neked csak játék a szerelem, könnyű lehet, ha sétálsz a szívedet. Falunap éjszakában nyúlóan kínál programokat az érdeklődők számára Dalmandon. A Döbrököközi Hagyományőrző Alapítvány a népi hagyományok ápolását tűzte ki célul. Ennek kívántak eleget tenni azzal a táborral, melynek keretében a gyerekek egy héten keresztül ismerkedtek a hagyományokkal. A térítésmentes tábor lehetőségével sokan éltek, az ifjak pedig egy percét sem bánták az ott töltött időnek. A Döbrökközi tájház udvara megtelt alsó tagozatosokkal, akik egy héten keresztül ismerkedhettek a hagyományokkal egy tábor keretein belül, melyhez az önkormányzat is hozzájárult. Önkormányzatunk az idén már negyedik évben szervezett Balatonfenyves alsóra egy tábort a felső tagozatosok részére. Nagyon jól érezték magukat, de a piciknek eddig nem volt semmi lehetőségük a nyár folyamán közösségben játszani, és a Hagyományőrző Alapítvány elnöke Andikné Marika ötlete volt, hogy a piciknek szervezzünk egy hagyományőrző tábort, amit Piros Pántlikának neveztünk el. Nagyon tetszik a gyerekeknek, ismerkednek a régi hagyományokkal, a sütés technikákkal. Önkormányzatunk 50 000 forint támogatást adott a tábornokhoz, a többit pedig a Hagyományőrző Alapítvány állja. Lipem lopom a szőlőt, elaludt az öreg csőz, furkos bot a kezébe, vaskalap a fejébe, lop, szőlőt, lop! A Hagyományőrző Alapítvány a főszervezője ennek a tábornak, és ugye nyáron sok szabad ideje van a gyerekeknek, a szülőknek meg nincs annyi, és ezért szeretük volna őket egy kicsit összegyűjteni, mert a Hagyományőrző Alapítvány tagjainak az a célja, hogy amíg mi összegyűjtöttünk, meg megőrizgettünk, azt a gyerekeknek átadjuk. Hiszen a gyerekek nagyon keveset tudnak úgy igazából az őseiknek az életéről, a mindennapokról. És én ugye pedagógusként nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeknek a manuális tevékenysége fejlődjön, színesedjen, hiszen a rajzoláson, festésen kívül nem sok mindenre használják a kezüket. Itt meg az volt az egyik legfontosabb célunk, hogy ugye manuálisan, a finom motorikát fejlesztve sok minden olyan tevékenységet végezzenek, ami fontos a kis kezüknek a használata. A tematikusan felépített délelőttök során sok mindennel megismerkedhettek a döbrökközi gyerekek. Minden napnak van egy témája, az első a viselet volt, ami a döbrökközi kaposmenti viseletnek a legfontosabb dolgainak a megismerésére irányult, aztán van a víznapja, van az állatok napja, ahol pedig ugye a gyapjúval ismerkedtünk, van a gabonának a napja is, amikor a végén majd a döbrökközi lukaskalácsot is elkészítjük, de tulajdonképpen az összes gabonával megismerkedünk olyan szinten, hogy a gyerekek látják a guzát, az árpát, az abot, magát, a növényt, a kis magocskát, még őrölni is fogunk egy kicsit, hogy lássák, hogy keletkezik a liszt, és aztán a lisztből pedig dagasztani fogunk. És nagyon örülünk annak, hogy a gyerekek élvezik ezt a fajta tevékenységet, mert nagyon fontos, azt gondolom, hogy sikerélményhez juttassuk őket. Egy kicsit félve szerveztük ezt az egészet, az az igazság, mert nem tudtam, hogy mennyi jelentkező volt. Ugye a nagyok elmentek a Balatonra, a kicsik itt maradtak, és én gondoltam, hogy a kicsiknek is kéne valamit csinálnunk, és igazából majdnem, hogy óvodásaink is vannak, akik majd elsősök lesznek, és szinte az egész alsó tagozat, mert hát úgy gondoltam, hogy talán egy olyan 10-15 gyerek összejön, hát 40-nel kezdtük, és az olyan átlag 35-ös létszámunk minden nap megvan. Úgyhogy nagyon jó, segítenek a pedagógusok, segítenek a hagyományőrző társaim, és
Hát a létszámunk az egy ilyen stabil 35-ös, úgyhogy nagyon örülünk neki, és hát remélem a szülők is ezt jó kezdeményezésnek tartották, és örülnek, amikor délután hazamennek a gyerekek, és megmutatják, hogy mit tanultak. Már tudom, hogy mindenki tudja, a pozsonyi sétatéren mindenhol. Arra jár a kis Mariska, jaj, de aranyos! A pozsonyi sétatéren megy a villamos! Arra jár a kis Mariska, jaj, de aranyos! Ez egy országos kezdeményezés volt, hogy az összetartozás táncát tanulják meg a gyerekek. Ugye az összetartozás napján sokan táncolták ezt országszerte, határokon kívül is. A délelőtti foglalkozásokból fiúk, lányok egyaránt örömmel vették ki a részüket. Ez a körmönfonás, ez nagyon könnyű. Itt van ugye három, itt meg kettő, és ugye a gyűrűsre rakod, utána meg így fellépteted. Nagyon könnyű, utána így. Mind végig, utána egy kicsikét meghúzod, és utána megint. Ez nagyon könnyű. Nekem nagyon tetszett ez az ötös fonás, nekem minden nagyon tetszik, itt nagyon finomak az ételek is, nekem itt minden nagyon tetszik, örülök, hogy jelentkeztem erre a táborba. Csip, csip, csóka, akváriuska, komám asszony kéreti a szekerét, nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. Nagyon tetszik, az ételek is nagyon finomak, nagyon jó elfoglaltatások is vannak, szóval nagyon jó. A Döbrökközi Hagyományőrző Alapítvány és a település önkormányzata a következő években is törekszik majd a Piros Pántlika tábor megszervezésére. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!